A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megmutatjuk Önöknek, hogy milyen volt a jégpályák éjszakája, aztán megismerhetik az Aska Menhely vezetőjének legújabb kötetét, végül pedig egy érdekes program lehetőséget ajánlunk a figyelmükbe. Tartsanak velünk! Meghosszabbított nyitvatartással várták a korcsolyázni vágyókat az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban január 2. hétvégéjén. A jégpályák éjszakáján fényjátékkal és bulival kedveskedtek a jégszerelmeseinek. Este 7 óra után hosszú sorban várakoztak a korcsolyázás szerelmesei, hogy bejussanak a jégcsarnokba. A jégpályák éjszakáján volt, aki hosszú évek kihagyása után húzott újra korcsolyát a lábára. A netről néztem, itt a feleségem, a kislányom volt itt múlt héten talán, vagy két hete, és úgy döntöttük, hogy megnézzük, hogy milyen. Én körülbelül 15 éve nem voltam, úgyhogy most kipróbáljuk, hogy milyen. Kellett-e egyébként kölcsönözni korcsolyát, vagy azért az van a családban? Van a családban, úgyhogy fel is fogom avatni. A Magyar Jégkorong Szövetség kezdeményezésébe a fehérvári ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok idén is bekapcsolódott. A korcsolyázni szeretők ezúttal hosszabb ideig hódolhattak a szenvedélyüknek, este 10 óráig csúszhattak a jégen. Nekem nagyon tetszik igazából, hogy minden hétvégén nagyjából itt vagyok. Az előző évben egyszer sem nem voltam itt, mindig itt vagyok kb. Szóval igen. És nagyon tetszik az egész. Én sokat szoktam ide járni, mert a meccseket ugye megnézzük itt, és szerintem nagyon jó, hogy vannak ilyen nyílt napok, amikor a meccs helyszínén tudnak korcsolyázni az emberek. Közönség korcsolyára mindig nagy az érdeklődés, de a jégpályák éjszakáján a megszokottnál is többen látogattak el a csarnokba. Ez alkalommal hangulatos fényekkel világították meg a teret. Igazából én majdnem az összes közkorin itt szoktam lenni, mert hát nagyon szeretek korcsolyázni, és örülök, hogy igazából ének a fények, mert sokkal hangulatosabb az egész, és sokkal több kedvem van igazából eljönni. Hát látszik a tömegen is, hiszen ugye sokkal többen vannak, de igazából engem az annyira nem zavar, és örülök, hogy egy kicsit ilyen változatosabb így az egésznek a hangulata. Az éjszakai lehetőség megmozgatta a város lakosságát, de nem csak Székesfehérvárról és a környékről érkeztek korcsolyázni. Még jobban megtanulja korcsolyázni, mert nagyon rég volt már, és hát a barátnőm hívott, hogy jöjjek el hozzá korcsolyázni, mert ő innen környékről valóban. Én meg nagyon messziről, mert konkrétan nem is Magyarországról jöttem, hanem Szlovákiáról, Pozsony környékiről. De hát mondom, hogyha már elhívott, akkor jövök. És hát felavattam az új korcsolyámat is, hogyha már karácsonyra kértem egyet. És hát nem gondoltam, hogy ennyien sokan lesznek itt, de hát akkor megpróbáljuk.
A korcsolyázókat a jégpályák éjszakája után is várják az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban. Közönség korira hétvégenként, szombaton és vasárnap 17 és 20 óra között van lehetőség. Megjelent az Aska Menhely vezetőjének legújabb kötete, melyben az állatmentők mindennapjaiba kalauzolja el olvasóit. A témáról Csapó Ramona kolléganőm beszélgetett stúdiónkban Molnár Tamásnéval. Vendégem a stúdióban Molnár Tamásné, vagyis inkább, ahogy sokan ismerik, Zsazsa, az Aska állatmenhely vezetője. Köszöntelek! Most írónő szerepébe bújtál, ugyanis most jelent meg egy új könyved, Aska Lengyeim címmel. Mi az, ami inspirált téged ennek megírásánál? Az az igazság, hogy aki engem ismer, tudja, hogy nem szoktam azért úgy véka alá rejteni a véleményemet, és vannak időnként ilyen kirohanásaim ugye a közösségi oldalon. Ezt sokan szokták olvasni, és sok visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban, hogy hát mi lenne, ha esetleg ez könyvformájában megjelenne, és akkor mindig azt mondtam, hogy jó, majd ha egyszer elmegyek nyugdíjba, akkor megírom. Ám tavaly évvégén kaptam egy felkérést a Libritől, hogy fűzzem már össze a gondolataimat, és próbáljam meg összehozni azt, hogy tulajdonképpen hogy jött létre az Aska, hogyan építettünk fel egy menhelyet, meg ugye az elmúlt 40 évet, amióta én már kutyázom lelkesen, hogyan lehetne egy könyvbe belepakolni. Hát nem egyszerűen, azért ezt elmondom. Aki ismer engem, tudja, hogy nekem beszélőkével nincs gondom. Ebből kifolyólag, hogyha akár írásban, akár beszédben van véleményem, annak ugye hangot is adok. És ahhoz, hogy azért ne legyen egy túlságosan vastag könyv, mert ugye ez valóban már egy termetes könyvecske a maga 300 oldalával, nagyon sok mindent ki kellett belőle vágni, és ki kellett belőle szedni. Nem fért bele a sztoriba, aminek egyenes következménye, hogy már készül a következő kötet. De én azt gondolom, hogy érdemes volt megírni. Tehát akikhez már eljutott a könyv, mert ugye még a igazándiból a polcokra majd csak jövő hét folyamán fog kikerülni, akikhez eljutott a könyv, őtőlük nagyon jó visszajelzéseket kaptam, és nem csak az, hogy kutyás történetekről szól, vagy éppen arról, hogy az Askáról mit kell tudni, vagy mit nem kell tudni, vagy mit nem tudtak eddig, és miket feltételeztek az emberek, hanem van benne némi népnevelés, amit én szoktam alkalmazni hatalmas örömmel. Ez hogy néz ki ez a népnevelés? Nagyon sokan, én azt látom amúgy, hogy a mamá, ugye én na, kezdem az elejéről, hogy érthető legyen. Tehát én 40 éve vagyok benne az állatvédelemben. Én azon öregek közé tartozom, akik még az állatvédelmi törvény megírásában benne voltak, és konkrétan saját bőrünkön tanultuk meg azt, hogy mi az az állatvédelem. 40 évvel ezelőtt erről még szó nem volt, csak ilyen itt-ott-tam-ott próbálkozott bárki, nem hogy képzések, vagy szervezeti képzések nem voltak, semmi nem volt. Tehát az, hogy milyennek kell kinézni egy állatmenhelynek, hogy mire kell felkészülni, hogy hogyan lehet egy szervezetet vezetni. Ezt mind úgy tanultuk meg, hogy volt néhány fiatal, őrült nőszemély az ismerettségi körömben, és volt egy internetes oldal, ahol mi megbeszéltük ezeket a dolgokat, és egymást tanítottuk, egymásnak mutattuk az utat, hogy figyelj, nekem ez így működött, ez így jó volt, tehát próbáld meg te is. Illetve annyiból is egyszerűbb dolgunk volt, hogy akkoriban nem volt ennyi kutya, menhelyeken sem volt ennyi kutya, mint a mai világban, mert ugye a mai helyzet az lassan eléri a katasztrofális szintet. És egyszerűen, ha így megkérdettük a befogott kutyákat, fotóról meg tudtuk mondani, hogy éppen melyik állat otthonnak a védence volt. És egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, elkezdtünk közösen fejlesztéseket, szervezetfejlesztéseket kitalálni, jogszabályokba belejárt a szánk, hogy mi lenne a jó, vagy mi lenne a nem jó, melyik működik, melyik nem működik. És hát ezeket a tapasztalatokat én leírom és átadom. Mert ha ma körülnézel, akkor konkrétan azt látod, hogy mindenki is tud állatot védeni, ez teljesen természetes, de a legtöbb emberben az jelenik meg az állatvédelem, hogy atyala-patyala bodros-fodros kiskutya szaladgál az uton. Hallottam, úgy egyáltalán nem ez. Nem ez a jellemző, igen, és akkor oda hívják aranyos kiskutyát, beleugrik az öletbe, és hazaviszed, megszeretgeted, normál esetben elviszed csippet olvastatni, megvan a gazdi, és happy a történet. Na, ez nem így zajlik. Tehát ez az eseteknek a 90%-ában nem így történik. Sőt, mivel, hogy nálunk ugye a fiúk azok képzettebb rendészek, ebből kifolyólag, hát nekik azért vannak kalandjaik rendesen, kőkemény sztorikba csöppennek bele, én biztos vagyok benne, hogy olyan
olyan történeteket olvasnak majd azok, akik az Aszkalandjaimat forgatják, amire álmukban nem gondoltak, hogy ilyen van a magyar valóságban, és hogy ilyen történik egyáltalán a mi kis világunkban, mert ahogy egy ismerősöm azt mondta, hogy majdnem, hogy egy szociológiai írás. Ugyanis én mindig elmondom, hogy oké, állatokat védünk, de akkor is emberekkel kerülünk kapcsolatba. Tehát mi minden egyes kutya mögött látunk egy családot, látunk egy embert, látunk egy sorsot, és ezek a sorsok is benne vannak a könyvben. Úgyhogy én igyekeztem úgy összeválogatni ezeket az eseményeket, hogy tényleg változatos legyen, mindenki megtalálja a neki leginkább tetsző vonalat, és az sem egy tiszkolt szándékom, hogy azért az állatvédelemről is van véleményem, és azt is külön fejezetet szentelek annak, hogy tulajdonképpen milyen állatvédők dolgoznak manapság, és hogy kinek mi a jellemzője, mert könnyen, aki rutinos, ő már könnyen megtalálja azt, hogy ki az, akihez valóban kell fordulni, és ki az, aki, hát hogy úgy mondjam, a fotelharcosok közé tartozik. Hogyha egy-két történetet ki kéne emelni, tehát mi az, ami ilyen nagyon meghökkentő lehet egy olvasó számára ebben a könyvben? Szerintem nagyon sok. A lektor azt mondta, hogy hát ő neki nagyon nehéz volt. Teljesen ledöbbent tőle, hogy milyen sztorikba lépünk bele. Azt gondolom, hogy aki neki ugrik ennek a könyvnek, ne feltétlen arra számítson, hogy csupa habos-babos történet lesz. Nagyon sok happy end van, természetesen rengeteg happy end van benne, hiszen ezért dolgozunk, hogy a kutyáknak jobb sorsa legyen, de ugye mindig elindulunk valahonnan, valamilyen útról, nagyon mérő a legtöbb esetben. Tehát számtalan olyan eset van, és most így hétányi rákérdezem, mondjuk beszéljünk Maciról, aki egy állatkínzási ügy során került hozzánk, és az egész történetben az volt a borzasztó, hogy az, aki elkövette az állatkínzást, ő tulajdonképpen csupa jó szándékú ember volt, és csak a tudatlansága vezette odáig, ahova jutott, mert ő talált egy szerencsétlen kiskutyát a mezőn, amit hazavitt a maga szegénységébe, és otthon már volt egy kutyája, hogyan tartanak kutyát láncon, természetesen ez a kiskutya is láncra került, de mert hogy a két kutya összetudott érni a kajástán, mindig az evett, aki erősebb volt. Így hát Maciból lett egy konkrét csontváz, szerencsétlennek jártányi erélyesen volt, és mindezt úgy, hogy amikor én kint voltam a helyszínen, és megkérdeztem a gazdát, hogy tulajdonképpen lehet, hogy valami betegség is volt a háttérben, hogy miért néz így ki ez a kutya. Szokott ő enni, vagy rendesen eszik, és akkor azt mondta, hogy az az igazság, hogyha jutott, akkor evett, igen. És látod, a helyszínen látod azt, hogy tulajdonképpen egy jó szándékú ember, ott van mellette rongyos göncbe a gyereke, a félig rádölt háza, és ő csak azt mondja, hogy én segíteni akartam. Tehát ilyen sztorikba is belemegyünk, amikor az, hogy állatkínzó valaki, az azért az olyan kérdőjeles történetté válik, és ezért tartom fontosnak, hogy ezekről beszéljünk, hogy egyáltalán hogyan kell ezt tenni, hogy itt a csupa jó szándék vezette oda, hogy aztán végén egy kemény büntetés lett belőle, mint állatkínzó. Ilyenkor mit tanácsolnál egyébként, hogyha megvan a jó szándék, de mégsem tud segíteni? Segítséget kell kérni. Tehát igen, ez az, ami nagyon komoly baj az utóbbi időben, hogy az emberek már nem nagyon beszélnek egymással, nem nagyon kommunikálnak egymással, vagy ha beszélnek, akkor is rögtön durran a légkör. Tehát meg kell próbálni segítséget kérni. Nem fog elsőre menni, főleg nem a mostani világban, ahol teljesen telítve vannak a menhelyek, de próbálkozni kell. Tehát ebben az esetben, amiről például beszéltem, ez pont úgy derült ki, hogy amúgy más haszonállatokat is tartott, akihez ő kihívta az állatorvost rendesen úgy, ahogy illik, és a doktornő látta meg, hogy milyen állapotban van a befogott kutya. És lehet, hogyha mondjuk előbb a doktornőnek azt is elmondja, hogy kér egy segítséget, mert talált egy kis kutyát, de nem tudja eltartani, mert a másiknak is alig jut enni, akkor nem ide fajul a dolog, hanem lehet, hogy a doktornő próbált volna más utat találni. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy kicsit talán még azt is mondom erre a könyvre, hogy egy olyan kis oktatókönyv, mert az események során azért nagyon sok mindennel megismerkednek az emberek, és azt gondolom, hogy rengeteg olyan információt is eljuttatok, legalábbis nagyon remélem, hogy eljut, amire szükség van a mai világban ahhoz, hogy működjön az állatvédelem. Mint például egy-kettő, szerintem mik a legfőbb, legfontosabbak ezek közül? A legfontosabb az, hogy az állatvédelem az nem hobbi. Én azt gondolom, itt van a legnagyobb vita, mert mindenki ugye azt gondolja, hogy ha van kedvem, csinálom, ha nincs kedvem, nem csinálom. Ha ezt valaki elvállalja, és hivatásszerűen teszi, akkor ez úgy működik, mint egy munkahely. És ezt sokan nem értik meg,
hogy tesszük a dolgunkat, és vannak ügyeleti rendszerek, amik működnek. Nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy de az a dolga. Igen, az a dolgunk valóban, csak nekünk ezen a napon a dolgunk, a másik nap, amikor mi mondjuk pihenősök vagyunk, akkor másik kollégának a dolga. Azok, hogy hogyan kell egy állatot tartani, hogy azok az alapvető játékszabályok, hogy pórázon sétáltatok egy kutyát, hogy megvannak a megfelelő védőoltásaim, hogy csippel van ellátva, ki van ivartalanítva. Tehát ezek a dolgok, ezek úgy végig mennek a történetem, mint ahogy azon is végig megyek, hogy ugye akik olvasnak minket, tudják, hogy mi a NAV-tól rendszeresen kapunk csomagokat, csempész áruként szállított kölyök kutyák formájába. És erről is egy egész fejezetet szánunk arra, hogy mennyivel másképpen reagálnak az emberek akkor, amikor fajta tisztának látszó habos-babos kiskutya van, vagy egy egyszerű kis menhelyi keverékről beszélgetünk, és hogy milyen hátulütői lehetnek a habos-babos kiskutyának, aki majd tízszer annyiba fog kerülni az évek során, mint az egyszerű kis menhelyi keverék, hiszen a szaporító telepről hozza magával a genetikai betegségeket és minden egyebet. Tehát csupa olyan dolog, amiben nap mint nap belefutunk, és nap mint nap beszélünk róla, és mégis él, és mégis létezik. Továbbra is vannak szaporító telepek, továbbra is vannak rendetlen gazdák, akik pórez nélkül sétáltatnak. Az, hogy nincs mikrocsip a kutyákban, miután már több mint 10 éve a jogszabály kötelezi a gazdákat a mikrocsipre, arra, hát mit tudok mondani, statisztikailag ki tudom mutatni, hogy évente hozzánk bejön egy olyan 900 és 1000 közötti kutyalétszám. Ebben, ha 300-ban van csip, akkor már kiskezünket összecsapkodjuk és ugrálunk örömünkbe. A többi kutyában nincsen mikrocsip egyszerűen. Tehát a mai napig úgy élnek ezek az állatok, hogy nincsenek azonosítóik, és ha nincs, akkor az azt is jelenti, hogy oltása sincs, ami pedig megint csak kötelező. És arról is mindig beszélek, és folyamatosan mondom, hogy az, hogy egy kutyának legyen veszettség elleni védőoltása, oké, védjük a kutyát, de elsősorban magunkat védjük, hiszen veszettség az egy emberre is ugyanúgy veszélyes betegség. Szóval erről órákat lehetne zengeni, viszont nagyon olvasmányos, ez a visszajelzést is megkaptam, hogy hát 300 oldal ide vagy oda két délután alatt végig lehet rajta menni, ugyanis nem tudod letenni, mert érdekel a történet vége, és ha végre elértél egy történet végére, beleolvasol a következőbe, és hú, ez megint milyen lesz, vajon hova fogunk kiukadni. Én abszolút biztos vagyok benne, hogy aki elolvassa, az hát egy kellemes délutánt, vagy két kellemes délután tölt el, és utána hogy újra gondolja ezt az egész magyar állatvédelmet. Ugye mondtad, hogy van szó a könyvben arról is, hogy hogyan is néznek ki a mindennapjaitok. Igen. Erről mesélsz egy kicsit, hogy egyébként? Igen, hogy? Sokan azt gondolják, hogy Bodri kutya sétál, ebrendész meglátja füttyet kettőt, Bodri föl fog ugrani a kocsira, besétál a menhelyre, és tök jó fog viselkedni ez a kutya onnantól kezdve. Na most ilyen mondjuk 10 000-ből egyszer történik, hogy Bodri kutya fölugrik a kocsira. Az, hogy Bodri kutya sétál, az természetesen mindig van. A legtöbb esetben itt bizony azért azt is leírom, hogy mennyit kell futkárodni egy-egy ilyen kutya után, aztán az sem elhanyagolható, hogy az én drága fiaim nem egyszer, nem kétszer olyan szituációkba kerülnek, amikor konkrétan az életük is veszélyben van, mert olyan helyeken dolgoznak, vagy olyan emberek vannak körülöttük, hogy benzinnel lerocsolták őket, hogy fölgyújtják, és hasonló sztorik, vagy egy annyira duvat kutya, amivel 3 órán keresztül küzdenek, és amikor a végén leültek, csak annyit tudtak az árokparton pihegni, hogy ugye tudod, hogy ott maradhattunk volna, és akkor jöttek rá arra, hogy ők 3 órán keresztül csak arra koncentráltak, hogy hogyan tudják azt az őrjöngő állatot megfogni, aki már több embert megtámadott és elszeparálni, miközben az ő életük ugyanúgy veszélyben volt, és erről ugye nagyon sokan nem tudnak. Ahogy a kutyáknak a nevelésére is mindenki azt gondolja, hogy ugye nekünk van rutin meg élet, és mi értünk a kutyákhoz, én ezt nem kétlem, nagyon is értünk a kutyákhoz, hiszen rengeteg kutya volt a kezünk között. De mindenki más, mindenki egy egyéniség, mindenkivel másképpen kell bánni, és erre én felkértem néhány gazdát, hogy meséljen el, erről is lehet olvasni, az ő nehézségeit. Mert az, hogy egy menhelyes kutya, akit mi már összeraktunk, azt szoktam mondani, hogy agyat raktunk bele,
és működik az a kutya, annak a gazdával is újra kell működni, mert ha velem működik, nem jelenti azt, hogy mással is. És a gazdák bizony leírják a történeteiket, és van olyan, aki 3 év után tudta azt mondani először, hogy most érzi azt, hogy a helyén van a kutya is, meg ő is. 3 éven keresztül küzdöttek és jártak mindenféle képzésekre, vagy éppen olyanok, akik úgy gondolták, hogy elsőre milyen jól zajlik az élet, aztán ahogy elkezdett nyílni a kutya, és megismerte a világot, jöttek elő az újabb és újabb problémák. És erre nagyon jó amúgy, nekünk van egy kis csoportunk az Aska Kutya Gazdikkal, akik egymás között is ugyanígy megosztják ezeket a tapasztalatokat, és innen jött az ötlet, tulajdonképpen, hogy rakjunk a könyvbe is bele néhány sztorit, mert ha ők egymást tudják segíteni, akkor lehet, hogy vannak olyan kutya tulajdonosok, akiknek egyelőre még ötletünk sincs, hogy abból az adott szitúból hogyan másszanak ki, viszont itt a sztori alapján elolvassa, és rá fog jönni, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát mindenért meg kell dolgozni, ahogy a párkapcsolatokért az emberek között, úgy az állat és az ember közötti kapcsolatért is meg kell dolgozni, el kell nyerni az állatnak a bizalmát, és ami nagyon fontos, és hatalmas hiba szokottam úgy lenni, hogy lehet szeretni az állatot, lehet vele egy ágyba aludni, én is ezt teszem, tehát nem titok, nekem is vannak az ágyba is kutya is, macska is, de attól független a kutya egy ösztönlény, akit tanítani és nevelni kell. Tehát az enyémek is lehetnek kajla, atyala, patyala, mama kiskutyái, de ha én elordítom magam, hogy nem, akkor ott vigyázva ül mindenki. És ebből szoktak lenni, ez is egy külön fejezet amúgy a kutyatámadások. Látod, mennyi minden ugrik be, hogy így beszélünk róla? Igen, hogy a kutyatámadásoknál az eseteknek körülbelül 80%-a abból ered, hogy atyala-patyala kiskutyaként kezeljük, és nem neveljük az állatot, és szépen eltűnik az, hogy ő nem fogja tisztelni azt, hogy neki a gazda bármit mondhat, és felül akar rajta kerekedni, és ebből szoktak kijönni a nagyon komoly bajok. Nem egyszer, nem két esetben pedig, ahogy a történeteket is leírom, van olyan, hogy például haláleset lesz a vége, amikor a saját gazdájára támad a kutya, vagy éppen egy teljesen idegenre támad a kutya, és nem lehet mit tenni, mert addigra már annyira bekattant, hogy egyszerűen megállíthatatlan. Hát akkor mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy tanulságos könyv lehet, nem csak kutyatartónak, hanem mindenkinek. Mindenkinek, így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy mesélhettem róla, és remélem, hogy nagyon sokan elolvassák. Végül egy érdekes program lehetőséget kínálunk nézőink figyelmébe. Számos ország fejfedőit ismerhetik meg azok, akik ellátogatnak a Nagydorogi Sipka Múzeumba. A sipkák és kalapok mellett számos jellegzetes öltözék színesíti a kiállítást. A helyszínről Szabó Miklós Bence kollégánk jelentkezett. Épp egy kínai gyermeksapkát tartok a kezemben, aminek azért van ilyen félelmetes ábrázolása, mert a hiedelem szerint ez például elijeszti a rossz szellemeket, mert ilyen és ehhez hasonló fejfedőkkel lehet itt Nagydorogon a Kalap és Sipka Múzeumban találkozni, de hogy került ide ez a kiállítás és ez a több mint 150 fejfedő, Rohán Róbert tette az önkormányzatnak a kulturális és kommunikációs referensét kérdezem. 20 évig Nagydorogon szolgált egy Stockinger Arthur nevezetű plébános, aki 1974-től 1994-ig volt a településen, és az volt a szenvedélye, hogy utazgatott a világban, amikor csak tehette. Az hajtotta, hogy idegen távoli népek kultúráját, hagyományait minél inkább megismerje, és minden egyes utazásából egy kalappal vagy fejfedővel tért haza, az arra az országra a leginkább jellemző fejfedőt hozta magával, és nem csak hogy magával hozta, hanem kivitte a településre olyan módon, hogy feltette a fejére, és ebben sétált a település utcáin, ebben ment üzletbe vásárolni, postára ügyeket intézni, stb. Tehát ebben élt gyakorlatilag a településen, és hát nyilván az emberek megkérdezték tőle, hogy mi az a fején, főleg, hogyha egy olyan nem hétköznapi fejfedőről volt szó, és akkor ő természetesen nagy örömmel mesélt arról, hogy éppen hol járt, milyen embereket ismert, meg milyen kultúrával találkozott, milyen hagyományokat, népszokásokat láthatott, és gyakorlatilag ezzel idehozta a településre távoli népek kultúráját. Tehát gyakorlatilag néptanító is volt a szónak ebben az értelmében. És az ő halálát követően 1994 után úgy döntött a
rokonsága, hogy érdemes ezt a gyűjteményt megmutatni, ami akkor nagyjából 50 darabból állt, megmutatni a nagy közönségnek, és az akkori önkormányzati vezetéssel közösen úgy döntöttek, hogy egy múzeumot fognak létrehozni, ami létre is jött 1995-ben. Onnantól számítjuk a Nagydorogi Kalap és Ipka Múzeumot. Gyakorlatilag annyira terjedt a múzeumnak a gyűjteményköre, hogy a plébános úrnak a saját gyűjteményén kívül körülbelül még plusz 100 olyan kalap és fejfedő érkezett az évek során a múzeumhoz, a látogatókon keresztül, amivel most már mintegy 150 darabot számlál a múzeum. Nagyrészt kalapok, sipkák, de találhatóak itt viseletek is, mint például egy skót, komplett skót viselet, aztán egy perui viselet is van, de a külföldiek mellett ugye van magyar, tehát egy komplett magyar hortobágyi csikós ruhát is találnak itt a látogatók, van suba, van cifraszűr, van kuruc viselet, és egy parádés kocsis teljes öltözettel is rendelkezik a múzeum. Akik ide látogatnak, azok nagy-nagy élménnyel fognak biztosan hazatérni. Mint ahogy említettem, a plébános úr szinte az összes kontinenset megjárta, a főbb országokban is megfordult, tehát mindenhonnét hozott egy-egy fejfedőt magával. Ezeknek az az érdekessége, hogy mindegyik különböző egyedi darab. Van itt például olyan perui fejfedő, ami akkor honosult meg, amikor egy angliai gyárban elméretezték a kalapoknak, a kemény kalapoknak a méretét, és egy rengeteg olyan kalapot gyártottak le, ami méreten aluli volt. Ezt felpakolták egy hajóra, és egy teljes hajó rakományát kivittek Kolumbiába, és ott szétosztották az indiánok között, nem tudtak vele mit kezdeni, és az indiánoknak annyira megtetszett ez a kalap, hogy ebből divatot csináltak, és mind a mai napig hordják és használják. Tehát aki manapság Kolumbiába jár, kiutazik, az láthatja ezeket a pici apró kis fejfedőket az embereknek a fején. Hogy lehet látogatni a múzeumot? A múzeumnak állandó látogatási ideje, nyitvatartása nincsen. Előzetes bejelentkezés alapján lehet a múzeumot meglátogatni. A honlapunkon, a nagydorog.hu-n, www.nagydorog.hu oldalon az elérhetőségünk fent van, e-mail cím és telefonszámok is, és azt kérjük mindenkitől, hogy előzetesen jelezzék felénk a látogatási szándékukat, és időpontegyeztetés alapján meg tudják látogatni a múzeumot, és mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.